Lázár János is ellátogatott Makóra a város születésnapján. Péntek délután fogadta őt a város polgármestere Farkas Éva Erzsébet, vele és a képviselőtestület tagjaival egyeztetett a térség országgyűlési képviselője. Makó polgármestere bemutatta a városban tervezett fejlesztéseket, állami forrásból a miniszter támogatásával valósulhat meg két nagyszabású projekt a Makovec program keretében, összesen 5 milliárd forintból, a könyvtár építése és környezetének rehabilitációja, valamint a Hagymatikum fürdő bővítése. Emellett a területfejlesztési alapból kerül sor a Honvéd városrész rehabilitációjára, a Makó-Maroslele-Vásárhely közötti kerékpárút megépítésére, a piac átalakítására, valamint a csipkesor és az ipari park is megújulhat. Egy turisztikai fejlesztés is megvalósulhat szintén a területi operatív programnak köszönhetően Igaz Gyöngyök útja címmel. Az erdei Ferenc téri sportpályán lelátó és új öltöző komplexum épül a társasági nyereségadó támogatásból. Lázár János bővebben beszélt a Makót érintő beruházásokról egy hosszabb interjúban. Ezt hétfőn este a híradó után láthatják 18 óra 15 perctől.